Azt, hogy akkor a Wendy hogy birkózik meg. 30 kiló tízszer. 30 kiló tízszer? Igen. Lábadat előre tolod. Jó, könyökök szépen egyenesbe húzod, vízszintesbe, így van. És vállak hátraszorítod, kényelmesen beülsz. És kitolod úgy, hogy az izületet így ideig. Most akkor szabályos? Nagyon, nagyon szép, szabályos, igen. Azért a 30 kilóval kezdeni, mennyivel kéne kezdeni, mert ez már azért nem, ez így sok, nem? Én azt gondolom, hogy ilyen 15-20 kilóval. Aha. Azt elárulhatjuk. Azt azért elárulhatjuk, hogy természetesen nem hagytuk, hogy itt nyersbe beleugorjon. Ez a móka kedvéért van, tehát azért bemelegített előtte, meg volt a 10 egyébként. Igen, túl teljesítetted a vártat, látod? Emeljünk neki akkor egy kicsit? Hát hogy érzed, hogy még menne? Jó, hát mennyit szoktak pihenni egyébként egy ilyen gyakorlatban? Attól függ, hogy mennyire vette igénybe az egyént. Általában pihenőidő 1 perc szokott lenni. Azért láttuk, hogy itt ment a nyújtózkodás, az is fontos, egy nyújtás, nem? Igen. Megoszlik a Mutasd meg, légy szíves, hogy mit csináltál. Megoszlik a vélemény. Nyújtani mindig kell az edzés végén, az a mellizomnak a szabályos nyújtását. Látjuk, hogy a kezünket egy fix ponton megtámasztjuk, és teljesen kifordítjuk a vállizetet, de szépen lassan. És a nyújtás végén megtartjuk, tehát ez egy statikus nyújtás. Nagyon fontos, hogy a végén ne próbáljunk extra rárugózós mozdulatokkal még tovább nyújtani, mert ott már a sérülés meg a szakadáson nagyon könnyen bekövetkezik. Tehát az, amit most ő is egy kicsit elkövetett hibába, egy picit így rámozdított, ugye? Elmegyünk a végpontig, és ott megtartjuk. Megnyújtod, és ott tartod, így van. Ez a szabályos. És ezt által egy 15-20 másodpercig lehet nyújtani. Na nézzük akkor. Közben Wendy magánszorgalomból elkezdte. Igen, mert már nagyon-nagyon. Kicsit az egyik váll a főjebban, a másik. Igen, ez a könyök elengedte magát egy kicsit. Mehet lejjebb nyugodtan. Úgy, oda, így van. Tudjuk, hogy egy kicsit más lesz az érzés. Ez egyébként azért van, mert minden ember egy kicsit aszimmetrikus. Tehát, hogy ugye látszik is, hogy az a válla egy kicsit talán fejlettebb, a másik meg egy kicsit fejletlenebb. Ez azért van, mert az agyunk az nem tudja, hogy mi most a mellizmot akarjuk megbombázni rendesen, és ezáltal ő megpróbálja a legkisebb terheléssel végrehajtani. Tehát mindenhova át fogja tenni az agyunk a feladatot, hogy el tudjuk végezni a kívánt ismétlésszámot. Jó, de jó, betett egy jó kérdést, igen, tehát hogy a fiúk és a lányok között mi a különbség minden tekintetben, de főleg itt az edzés technika szempontjából, tehát hogy például ugyanez a gyakorlat a lányokra mennyire fontos például, mennyire fontos ez a gyakorlat a lányoknak? Hát igen, mondjuk te nem ma kezdted. Hát a női izomzat és a férfi izomzat között az a különbség, hogy a nők sokkal hosszabb ideig képesek egy kisebb súllyal végrehajtani a feladatokat, míg a férfiak sokkal előbb besavasodnának. Uh-huh. Tehát, hogyha mondjuk most az lenne a verseny lényeg, hogy 10 kilóval nyomjanak mondjuk 100-at, akkor az neki könnyebben menne, mint mondjuk a Wendynek? Igen, abszolút. És itt már a szimmetria is ment, úgyhogy szerintem hagyjuk igen, is abban még igen, mielőtt. Igen. Még mielőtt lehet, hogy ez érdekes lenne. A lányok addig elmennek, addig a Wendyt viszont még ugye, hogy azért meglegyen a széria szám, gyere kedves Wendel. Így van. És szériázzunk. Csak voltam, ránézek a Facebookra, de akkor majd... A weboldal nem elérhető, azt írja képpen a... Elment a wifi. Na. Mennyivel csinál Wendel? Emeljünk még 35. rajta. Emeljünk, 50. 50. Akkor engedd el. Szerintem az 50 kiló még megy, nem? Úgy kinézem a Wendyből, nem? Jó. Tehát felkar vízszintes, vállakat hát. Mondjuk eleve már egy kicsit ferdén indítja a dolgot, de ezt gondolom ilyen berögződés agyi. Abszolút. Hogy próbálja jobb kezével megoldani a feladatot, és ugye a ballal, ugye, ami gyengébb, azzal kicsit... Hát még nincs meg ez az izomagy kapcsolat, illetve a gyakorlatnak a tudatossága. Az arcán lehet látni, hogy az élvezeti szint az fokozódik. Ez a 50 kiló, miért? Ez egy egész szép, nem? Igen. Ahhoz képest, hogy... Holnap tök jó lesz neki. Holnap nem fog tudni vágni. Jó, oké. Szerintem elég lesz. Tényleg üvöltöznek az emberek edzés közben. Segít, vagy ez ilyen majomkodás? Van, aki tök csöndben végig tudja nyomni az egész edzést?
mindenki végig tudja nyomni tök csöndbe az edzést, hogyha kiabálunk, akkor vagy félünk, vagy félünk, magunkra akarjuk vonni a figyelmet. Tehát, hogy nem szükséges, és egyáltalán mondjuk, az egyébként bunkóság? Ja, igen, ez egy fontos kellék, igen. Egyébként a víz meg a törőköző az mondjuk az edzőteremben nem baj. Egy alapkövetelmény lenne. Szerintem a víz az mindenképpen fontos, bár azt mondják, hogy élettani szempontból sok segítséget nem nyújt, de azért... Igen, meg az érzetünk azért egészen más, hogyha iszunk edzésen. Jó, következő az mi lenne? Azt nézem, hogy a lányok miben sántikálnak, azon kívül, hogy vadul pihennek a háttérben. Megpróbálják kihasználni a lehetőséget. És... Ja, vagy a hasazásból. Jó, menjünk akkor mi tovább, mondjuk a mellezésnél. Fekvenyomáshoz menjünk, az azért a mellezés alapgyakorlatával folytassuk. És ez olyan férfias is, nem? Az olyan férfias is, menjél vendel arra. Ti is akartok fekvenyomni? Hát... Először rúd nélkül fog megnyomni a venni. Igen, így kezdjük. Várjál, hadd tegyem. Fogom, igen. Csak azért, hogy mennyire előkészültünk erre a dologra. Tehát a feladat végrehajtása szabályosan az, hogy... Jó helyre lefekszel, feküdt? Igen, a lábaidat teljesen leteszed a földre, stabilizálod a tartást. Szokták azt csinálni, hogy fölteszik a lábukat, meg így ollóba teszik, vagy így fölemelik így elalakba, az miért? Igen. Az? Majomkodás, vagy az mondjuk megint olyan esetekben, amikor mondjuk a gerinc nem nagyon szereti ezt az állapotot, hogy így leengedjük a lábakat teljesen, előfordul, hogy fölteszik az emberek, és úgy tudnak fekvenyomni. Azt gondolom, hogy olyan emberek esetében, akik egészségesek, ezt semmiképpen ne alkalmazzuk, mert nagyon könnyen megburulunk oldalra. Ja, igen, mert hogy elveszte a stabilitását. Az a szerepe, hogy ott a lábak fixálnak. Na, vendel. Körülbelül válszélességbe, vagy válszélességnél kicsit szélesebben fogjuk meg. Így van. Nagyon fontos, hogy a hüvelykujjal átfogjuk. Nagyon sokan így nyomnak fekve. Ezzel nagyon-nagyon balesetveszélyessé válik a gyakorlat. Erre, tehát hogyha ha nyomod ugye erősen, a csuklód csinál egy ilyen mozgást, és a súlyt azonnal a mellkasodra ejted, ami nem egy ember halt bele ebbe. Tényleg ebbe bele is haltak, mert nagy súly rajtuk maradt? Abszolút, nem csak az, hogy a súly rajtuk maradt, hanem a nagy súlynak a gyorsulásával kapcsolatosan, ugye, ha valaki 100 kilóval nyom fekve, és itt ebbe a pozícióba elejti, akkor lehet, hogy ilyen 300 kiló nyomja össze a mellkasát. Az szép. Nem beszélek belevenni nagyon, csak annyit, hogy ezek a jelölések azért vannak, hogy lásd, hogy körülbelül hol van a középpont. Igen, tehát szinkronba. Tehát a fejünk szokott általában középen lenni. Egyébként szokták trükközni, hogy ilyen araszokkal mérnek meg újjakkal. Itt, tehát kinyújtod a hüvelykujjadat, és látod a jelzést, hogy kb. Aha. Hol van. Tehát ez belőheted. De mondom, alapvetően, hogyha a rút középen van, akkor a válszélességnél egy kicsit szélesebb fogásba. Jó, hüvelykujjadat hova teszed? Nagyon jó. És hogy oda csapta? A bajonet zár, bezár. Kiveheted akkor a keretből a súlyt, és még mielőtt elindítod a válllövetet, légy szíves, tehát a vállakat erezd vissza a padra. Engedd le a válladat teljesen, csak a válladat. Tehát ugye kezd a kiinduló helyzetet, nyújtsd fel a vállaidat. Tehát van ez a fajta mozgás, ezt semmiképpen itt ne indítsuk el a gyakorlatot, engedjük le teljesen a padra, így van, és innen indul a gyakorlat, szépen lassan leengeded, beszívod a levegőt, leengeded, teljesen mellkasod innen féljel, és most pedig kifújod a levegőt, és kinyomod a súlyt egészen addig, hogy nem nyújtod ki az üzületeket, és a vállak még a padon maradnak. Tehát gyakorlatilag ugyanazt a mozgást csinálja, mint az előbb a képen, csak fekve. Fekve, és annyival csinálhatsz további ismétléseket nyugodtan. Annyiban nehezebb, hogy szabad súlyt nyomunk, tehát itt nem csak a súly kinyomása, hanem ugye a stabilizáló izmok is bekapcsolódnak, amik ugye a súlyt fixálják, nem engedik elmozogni. Igen, tehát síkba. Az, ami most benne ugye, van, ez a kis imbolygás, ez... Így van, hát azok a stabilizáló izmok még nem elég fejlettek ehhez. Még idegen nekik. Fölfelé kifújod a levegőt mindig, és befelé szívod, és nagyon fontos, hogy lefelé lassan engedjük, és fölfelé mehet egy kicsit dinamikusabban a nyomás. Így van. Lefelé mindig lassan, és beszívod a levegőt, fölfelé kifújod a levegőt, és kitolod a súlyt. Így van.
Ez az alapgyakorlat. Ez alapgyakorlat. Gyakorlat. Nagyon fontos, hogy mindig érintsük meg a mellkasunkat, tehát a mellizom teljes pályáját dolgoztassuk meg. Nagyon sokan látjuk, hogy egy ilyen jó 3-4 centit leengednek és visszateszik a súlyt, és ezáltal ugye már is emelhetik. Ugye. Meg a pattintásos igen. módszer, ugye, amikor megdobja az, a mellkasát. Az még jobb, igen. Azt is nagyon szeretjük. Hát az hamis illúziókat kelt, ugye, tehát egy olyan eredményt gondol magáinak az embert, ember, ami valójában nem az ő eredménye, hát, hanem a fizikai törvények eredménye. Így van, tehát hogyha lendületet használunk a súlyzós edzés során, akkor csak annyit érünk el, hogy az izmot nem dolgoztatjuk meg kellőképpen. Mennyit kell egyébként ebből nyomni? Mert most már lassan rajta marad. Általában kezdőknek 10-12 ismétlés szokott lenni az ajánlott. Jó lesz ez neked holnap venni. Igen, imádni fogod. Jövő héten is itt forgattok? Ebből mennyi az ismétlés szám? Tehát hány kört, ugye? Hány kört csinálunk? Tehát ismétlésben 12, de hányszor, hány körben? Hát kezdőknek általában hozzászoktató edzéseket szoktunk, tehát 2-2 sorozatot szoktunk mindenből csinálni azért, hogy a feladatokat elsajátítsák, az izmok megérezzék a terhelést, kicsit megszokják, a kezdeti izomláz regenerálódás az menjen le, szokják meg az izmok ezt a fajta statikus terhelést, és amikor ezen túl van, akkor lehet majd speciálisan rámenni az izmok növelésére, a súlyok fokozására. Mennyi a pihenés, amit most eltűrünk Venditől, anélkül, hogy lógásnak tartanánk, amit művel? Hát én azt gondolom, hogy egyébként fél perc, egy percet nyugodtan lehet pihenni ilyenkor is, mert... Ami most már le is telt, úgyhogy... Velem jó személyedző lenni, mert szadista hajlamai megvannak. Az igen, kell hozzá, igen. Nem egy kis kíméletlenség, az kell a személyedzősködéshez, nem? Az mindenképpen. Tehát az empátia hiánya az teljesen, az jó. Az nagyon jó, igen, tehát ha azt akarjuk, hogy legközelebb már ne jöjjön le edzeni, akkor az a legjobb verzió. Vállakat leengeded, ugye? Úgy van. És leengeded szépen a súlyt, lassan beszívod a levegőt. És még nagyon fontos, hogy hova engedi, látod? Tehát a mellkas közepére engedi, tehát nem a nyakára. Bimbó vonalba? Mondjuk. Nagyjából a bimbó vonalba kell engedni, igen. A kis emlőire. Hogyha szilikonos melle van a hölgynek, és egyébként a bimbók máshol helyezkednek el, akkor nem biztos, hogy ez a szabály érvényes. Hogyha mondjuk mellig. Ja, tényleg igen, tehát hogyha a két bimbó és a köldök egy egyenes vonalban van, akkor ne odaengedjük. Na egyébként, hogy látom, hogy a hölgyek akkor most... Na, aktivizálják magukat végre. Tehát látod, és tudom, nézek egyből begyorsult ennyi. Igen. Szerintem igen. A hölgy... ez a pszichológia, látod? Igen, tehát... igen, igen. Meg volt már a 12? Meg volt. Ezért nem csinálunk fiús termeket, mindenképpen kellnek a lányok az edzés során. Hajrá! Na, látod, szurkolótábor. Mi a következő? Tárogatás mondjuk? Csináljunk tárogatást, igen. Tehát a mellnek ugye nyomó és nyújtó gyakorlatai vannak, úgyhogy célszerű több oldalról megedzeni, bár az első edzés alkalmával nem szoktunk egy komplett melledzést, tehát egy négy gyakorlatot, igen, gondolom, hogy... Hát akkor menjünk tovább úgy, ahogy csinálnád, tehát akkor nyilván már az előző ugye a gépen az nem feltétlenül ugye az edzésterv része volt, inkább a bohóckodás része, ugye a lányok igen, ugye hát megismerkedhetünk a hátgéppel, a lehúzással, csinálhatunk oldalemelést, tehát ugye lesznek itt még okosságok. Telepedjünk hát egy videoklip alatt szerintem, nem? Jó. Már meg volt Zoli. Jó, akkor Facebookozás is lesz meg minden, most meg videóklip, és utána folytatjuk. Yeah.
remember whatever you do, this will be true. Oneness are the real power, 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 power. We are, you are, they are, for real being our one. We are, you are, they are. Most miért nekem adod ide? Te állsz a mondjad már a Facebookra. Facebook.com/fixhd jöttek kérdések, hozzászólások. Azt írja Rodi például, nem, bocsánat, Dani írja nekünk, hogy Zoli, ne csak, Zoli, te is csinálj valamit, ne csak a Vendi dolgozzon. Úgyhogy most a Zoli is fog mindjárt hátazni egyet. Nem, azt te fogsz, én valami más. Nekem valami más találják ki. Jó, valami nehezebbet. Kérdésünk Páltól egyébként, ez egy nagyon jó kérdés, hogy mennyi ideig lehet edzeni, hogy ne égessünk izmot? Lehet az izmot égetni? Igen, alapvetően igen. Én azt javaslom, tehát most itt egy 4 percig beszélnék az energiaprotokollról, tehát hogy hogyan dolgozzuk fel az energiát, és minek az összefüggése, hogy miből keletkezik, és itt bele lehetne egy teljesen biokémiáig, tehát molekulális szinten el lehetne ezt az egészet mesélni. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy ha részletesen szeretné tudni, akkor menjen fel a Google-be is ebbe, hogy energiaprotokoll, és ott teljes részletességgel el tudja olvasni. De mégis az a lényeg, hogy ha keveset eszik, de nagyon sokat edz, akkor egy idő után, ha nincs zsír, amit elégethetne, elkezd elbontani azokat a dolgokat, mint például az izom, ugye? Tehát, igen, hogy ez a lényege. Igen, tehát van olyan, hogy izombontás, ez gyakorlatilag a kalóriával van összefüggésbe. No, mondjál még aztán kérdést. Aztán Renáta írja nekünk, hogy sziasztok, a lábaimat, illetve a fenekemet szeretném formálni, de nem igazán szeretek futni. Milyen mozgásformát tudnál ajánlani, ami olyan hatásos, mint a futás? Mutassunk a csajokon valamit akkor mindjárt. Igen, a lányoknak ilyen fenekező gyakorlatokat, persze. Jó, még a két kérdést olvasd be, Vendi, és akkor utána akkor fenekezünk, és utána meg a kis hátadat szétgyúrjuk. Nincs több kérdés? Mi az ottan? Ja nem, az megvolt. Ja, megdicsérjük, hogy milyen jó vagy. Jó, a műsorvezető, szakszerű edző, és nem utolsó sorban szép hölgyek a háttérben. Így van. Na, ezek vagyunk mi. Na nézzük akkor, hogy a csajoknál hogy lehet fenékre edzeni. Na Ricsi, akkor a csajokat tereljük a hölgyeim. Itt a lehetőség, menjünk feneket edzeni. Melyik az a mozgásforma, amit javasolnál te? Tehát akkor mondjuk a lányok, tegyük föl, nem szeretnek futni. Jó, hát szerintem a fenekező gépre menjünk. Tehát no. Nagyon látványos. A férfiak szeretik nézni, hogy a csajok fenekeznek? Nagyon fontos, hogy edzőteremben mindig úgy helyezzük el a gépeket, hogy a férfiak miközben súlyzós edzést végeznek, nézhessék a lányok fenekét, mert egyrészt sokkal nagyobb súlyjal fognak tudni dolgozni. Mert a tesztoszteron szint növekedik, ugye? Abszolút dolgozik bennük. Ez hormonális változáshoz. Akkor ez a gép, ez gyakorlatilag úgy működik, hogy hátrafele kinyomják, vagy húzó, van, hogy toló gyakorlat. Ez közel ne menjünk, mert akkor lehet egy ilyen ágyékrugást kapni. De zoomolni mindenképpen érdemes. Igen, mi is ezeket a pozíciókat szoktuk megkeresni edzés közben, most pont valamilyen gyakorlatot választunk, hogy akkor hogyan folytassuk az edzést. Nem véletlen, hogy itt zajlik általában a pulóverezés, azt meg is minden. Mutatnám akkor. Megmutatnám azért Zolinak majd mindjárt, hogy milyen gyakorlatokat szoktak itt irítálni a férfi emberek, mert én is ismerem ezt a termet. Tehát minden olyan, ami a női rövidnadrág alá be tud nézni, az ember az ilyenkor előtérbe kerül. Na Zoli, vigyázz, akkor megmutatom, hogy mi az a trükk, amit, és akkor a Vendinek addig átadom. De ne hagyd abba. Te ne hagyd abba. Persze, persze.
nem fogsz megrúgni. Adom a Wendynek közben a mikrofont. Mikrofont, igen. Na, mondjuk egy kisebb súlya, tehát most nem feltétlenül azzal a súlyjal, amivel ezt csinálni szokás. De ugye van ez a pulóveres. Így van, ez a mellnek egy nyújtó gyakorlata. És nem tudom, látjátok, hogy hol... Nem tudom, hogy látjátok, hogy hol helyezkedik el az úriember, ugye? Így van, tehát mindenképpen. És ilyenkor nem is annyira fontos, hogy szabályos legyen a gyakorlat, sokkal érdekesebb a élvezeti érték ennek. Célszerű, kisebb súlyt választani, tovább tudjuk csinálni mindenképpen. Ugye azzal az illúzióval, hogy mi abszolút a mellézmunkat szeretnénk fejleszteni. Igen, és még csak a gyanú árnyéka se vetül ránk. Egyébként pont ide van elhelyezve az egyik férfiak egyik kedvenc gyakorlata, ugye ez a kis pegdeggép, így van. A Zoli megford és megmutatja, ami megint ugye azért nem tudjuk nem észrevenni, hogy hát egy nagyon szép panorámás kilátás van a női lábgépek irányába innen. Abszolút. Nem véletlenül helyeztük el így a gépeket, tehát ez egy nagyon tudatos tervezés az előzménye. Föntre is lehetne tenni, a galériára is lehetne, hogyha megnézed, Zoli, ezeket az aerobik gépeket. Javasoltam, nem... hogy be kéne kamerázni ezt a gépet, és külön kivetíteni. Hogyha van ilyen lehetőség nálatok, hogy ilyen online 24, akkor bejelentkezünk, figyelj, tehát. Én meg tudom mondani, melyik azok az időpontok, amikor célszerű, tehát hogyha... Pontozzuk a Klári Fenék gyakorlatát közben. Nehéz külön választani a fenekét és a fenék gyakorlatát ugye egy ilyen pontozásnál. Mind a kettő nagyon jó. Ha 3 pontot adunk, akkor az 30? Jó, tehát hogy ez az egyik, amit a hölgyeknek érdemes fenékre csinálni. Ez mondjuk hányszor kell egy héten egy hölgynek a fenekét edzenie? És mennyi időt? Alapvetően ugye ez is egy izomzat, aminek szükséges a megterhelése és a regenerálódása, de... A lányok ezt nagyon szeretik majdnem minden edzésen csinálni, a fiúknak örömet okoz, így van, azt szoktuk mondani, csak nyugodtan, amennyit bírnak. Egyébként fenékre elég ennyi, vagy azért ez mondjuk elengedhetetlen a hátunk mögött látható taposógép is, ugye, ami ugyanúgy egy kicsit a popsit is megdolgozza, és ugyanúgy szépen mozognak a női idomok, és lehet stírolni a csajokat. Igen, hát gyakorlatilag ugye a gépek azért vannak kitalálva, hogy minden oldalról, minden irányból megdolgoztassák ezeket. Itt nem csak a fenék dolgozik, hanem a combnak a hátulsó része is, ugye a kétfejű combizom, amit hogyha monokli nélkül megúsznánk, akkor most meg is mutatnánk ilyen ráfogással. Na, lányok fenekét hagyjuk pihenni. Most jöjjön az egyik. A Wendyt háttal kínozzuk meg, akkor jó, abba rendben, folytassuk. Jó, egy hátgyakorlat a Wendynek. Igen, hát nem, ez nem hát. Örülnél neki, hogyha a lányok folytatnák a fenekezést, de te most ide fogsz jönni a lehúzáshoz. Majd mindjárt oda, ugye, melyik irányból, hogy javaslod Zoltán? Ide jönni a Ricsi, inkább mellém ide. Ricsi, gyere ide mellém. Jó. Egy kisebb súlyra raktuk, ugye? Abszolút. A gyakorlat célja a széles hátizom, tehát a tipikus V-formának az edzése. A pezsgős pohár forma kialakítása. Így van, minél szélesebb a hátizom, nem, mindenképpen szemből volt így. És nem ott fogjuk meg, de segítek. Igen, minél szélesebben. Ne húzzad, csak fogjad, minél szélesebben. Tedd ide ki a kezedet teljesen. Nagyon jó. A klasszikusok tudják, hogy Arnold Schwarzenegger és Franco Colombo ugye edzettek együtt, és ő nekik volt a mondása, hogy olyan szélesen fogd, amilyen széles hátat szeretnél. Úgyhogy gyakorlatilag minél szélesebb a fogás, annál szélesebb a... Azt a rudat még nem találták föl akkor. Igen. Mint a Wendy szeretne. Jó, mindenképpen úgy ülünk be a gépbe, hogy a lábadat stabilan tartod, a hátadat kihúzod egyenesre, nagyon jó, és egy kicsit, tehát nem a fej elé fogod behúzni, hanem a nyak mögé. Igen, mert az lenne a mellhöz húzás, igen. Ide teljesen lehúzod, nagyon fontos, hogyha megnézzük, a könyök, a váll és a súlyzó egy síkba legyen. Tehát ilyenkor nagyon-nagyon jellemző, hogy ha már nehéz a súly, az ember könyöke hátrafelé csavarodik, a váll elkezd rotálni, a súly nehézségéből adódóan. És már akkor nem is hátra megy ez, hanem a vállat, meg a bicepset, meg ezeket tereli. Hát ott már minden egyéb más bekapcsolódik, így van. Itt is nagyon fontos, amit látunk, itt a Wendy már abszolút megtanulta, hogy nem nyújtjuk ki a gyakorlat végén az izületeket, tehát csak az izmot dolgoztatjuk.
Ugye régen ugye volt egy olyan tévhit, hogy az a jó, hogyha teljesen hagyja, hogy megnyúlja, mert akkor szép hosszú lesz, de akkor ezek szerint ez nem igaz ez a... Nem, abszolút nem. Kiakasztjuk az üzleteket, a vállizom megpihen, és az egész átmegy rángatásba. Uh-huh. Tehát minden feladatot próbáljunk meg nagyon szabályosan, lassan, gyakorlatilag uraljuk a súlyt, a megfogástól a letételig mindig. Uh-huh. Tehát azok a versenyzők, akik hangosan teszik a súlyt, én azt gondolom, hogy ők még ezt a részét nem sajtotották el. Mi egyébként még a módszer, ugye? Tehát van, aki arra esküszik, hogy gyorsan lehúzni, lassan fölengedni, van, aki pont fordítva, tehát hogy lassan lehúzni, gyorsan fölengedni, vagy mind a kettőt lassan csinálni, mind a kettőt gyorsan csinálni. Melyik a legjobb, melyik a leghatékonyabb? Általában mindig a negatív szakasz kell lassan engedni, tehát ami jelen esetben a fölfelé utat kell lassan. Tehát ugye a gravitációnak ellenállni. És akkor ez a rész, ami lefele megy, tehát a lefele irányuló mozgás, a húzó mozgás, az lehet a gyorsabb, igen, és lefelé pedig szép lassú. Tehát, hogy igen, amikor visszaengeded a súlyt, akkor meg szépen lassan. Ugye most ez azért is nehéz, ugye, mert azt mondjuk, hogy lefele, fölfele, de valójában ugye azt érezzük, hogy a rúd fölfele mozog, amikor a súly lefele. Tehát a súly leengedése kell, igen, hogy lassabb legyen, és a súly fölhúzása, tehát vagy a rúdnak a nyak mögé húzása kell, hogy gyorsabb, igen, legyen. És mit szeretnél? Ja, hogy egy kis erőt, igen. Érzed egyébként, hogy hova hatott ez a gyakorlat? Tehát van, de úgy meséld el nekünk, hogy mit érzel. Ide. Oda, de ne engedd el, ez mondjuk egy tipikus hiba lehetne. Ha nem fogtad volna. Jó. Mondd el, mesélj. Hát a hátamra ide gyakorlatilag a lapockám környék. Jó, akkor mutassuk meg a kamerának. Tehát gyakorlatilag erre az izomra dolgozunk abszolút. Na, akkor én följebb raknám neki. Oda mindenképpen. Hát szerintem egy 20-ast azért még kinézünk a vendiből, nem egy 20-as. Jó. Akkor várjál, ha bőven. Ne, szerintem még ne őrüljünk meg. Szélesen? Még szélesebb. Még szélesebben foghatod, igen. Jó. Ilyenkor, bocsánat, a vállakat is kicsit lejjebb húzzuk, csak meg most... Igen, és ez a kiinduló helyzetünk. Tehát a sok versenyző ugye úgy indítja, hogy teljesen kinyújtott kézzel, és a váll is ugye fölcsúszik, a vállat ide szépen le kell húzni hátra. Tehát gyakorlatilag, hogyha oldalirányból nézzük, akkor így ki kell feszíteni. Tehát a hátot. Ki kell homorítani ezt. Valaki arra esküszik, hogy a lapockát össze kell érinteni a gyakorlatban, és ezáltal ugye csak derékszögig jön le a könyök. Ez mennyire bevett szokás? Tehát vannak olyan edző partnerek, akik mondjuk erre esküsznek. Láttam én is már itt a teremben ilyet. Az a nagyon fontos szerintem, illetve hát a mostani tézisek szerint, hogy az izmot a lehető legnagyobb tartományban megdolgoztatjuk. Az meg viszont az, amikor a legnagyobb utat járja be gyakorlatilag. Így van. Viszont semmiképpen sem, ugye, mint mondtam az elején, ne nyújtsuk ki az üzletet, mert az lenne a legnagyobb út, csak akkor már ugye ott már megpihen az izomzat. És arra is figyeljünk, hogy ennél mélyebbre van, aki le tudja hozni a lapocka közepére, na oda sem húzzuk le. Tehát az már fölösleges, az már teljesen fölösleges. És esetleg sérülés veszélyes is. Hát ott már váll olyan mértékben van kitekerve, hogy az már szerintem egészséges ember ilyet nem csinál. A gumi emberek. Mit, igen, érzel, Wendel? Közben álljál föl nyugodt, engedd el a súlyt, ha megvolt az ismétlés. Aztán megvolt, nem számoltam. Abszolút, itt hátul. Oh, jó érzés. Emeljünk még egyet? Vagy végül is már megvolt a két ismétlés. Hogyha egy ilyen péklapát a hátba csapnak, olyat érzel, akkor jól csináltad. Még egy tízes. Hát egy tízes még rácsavarunk. 30, az még szerintem menni fog. Hát ennyivel csinálják a lányok, nem? Tehát így körülbelül 35-et csinálják a lányok. Rácsavarjon még a... Nem, szerintem most pihenőidője se volt, tehát azért teljesen meghalni nem kéne. Igen, tehát nem ez a célunk, hogy itt a Wendit kivéreztessük, és soha többet ne találkozhatok vele. Igen, itt inkább a szabályos végrehajtást mutassuk be. Egyelőre még akkor szabályos? Mondjuk most egy kicsit, igen, már túlhúzta talán, igen, nem? Igen, és itt amit látunk is, a könyök eljött hátra, de csinálj nyugodtan úgy, ahogy eddig látod, tehát itt kirotált a könyök. Tehát úgy tudunk segíteni, hogy... Igen. Húzz le, hogy megtartjuk ott az izületet, abba a síkba, aminél nem húzhatja felénk. Tehát gyakorlatilag adunk neki egy előre irányba mutató nyomást. Gyakorlatilag erre való mondjuk az edzőtárs vagy a személyedző. Abszolút, tehát ilyenkor ugye elkerüld a sérülést. És nagyobb súlyat tudsz dolgozni, mint mondjuk egyedül. Hát illetve az izmot teljesen meg tud dolgoztatni, ami által a fejlődése gyorsabb lesz. Rosszabb, ugye? Aha.
Jól esett? Már így sok volt. Na hát igen, ez, na, ezek azok, a, hogy egy kezdőként ne így csináljuk, hanem tényleg, hogyha kis... Hogyha azonnal nem is érezzük, hogy hú, most ebből már izomlázni, az nem probléma. Hát ebből inkább lesz szerintem. Ebből most biztosan lesz, igen. Tehát ez már egy kicsit ilyen túlterheléses verzió, ugye elmegyünk, hogy na, mit bírsz, Vendi? De akkor itt is az a lényeg, ugye, hogy először kis súlyokkal. Kis súlyokkal, abszolút fokozatosan, igen. Uh-huh. Tehát mindenképpen az, hogy kezdő szinten hozzá kell szoktatni a testünket a mozgáshoz. Na, mutassunk valami érdekesebbet. Hát most akkor te jössz, ugye téged kívánnak az emberek. Így van. Zoli, hol tartasz te ebbe? Súlyba kb. Aha. 80? Hát, bemelegítés nélkül ne húzzál bele, igen, semmiképpen akkor se. Akkor próbáld te is egy 30-al szerintem, nem? Csinálhatsz egy ilyet, de aztán menjünk át neked a várra, mert az csak... Igen, de jó, bemutatjuk ezt a Zolinál is. Aha. Próbáld a könyöködet ide behozni, ebbe az... Aha, sokkal izgalmasabb a gyakorlat. Ugye itt lehet látni a különbséget. De egyébként nagyon szép fejlett hátizmom, hogyha megnézzük. Hát, hogyha a kamera, nem tudom, hogy ő mennyire tudja ezt. A lányok fenekét jobban tudja zoomolni, mint a Zoli hátát, igen, de... Engem is meglegyeztek, hát még semmit nem is csináltam. Jaj, de kedvesek vagytok. Mennyit csináljak ebből most? Hát csak melegítésre, mert ugye most itt egy ilyen összehasonlítás lett volna. Hát tehát, akkor... hogy mutasd be egy nagyobb súlyjel is, hogy... Így van, tehát akkor, és, igen, tehát akkor az, hogy 80-nal szoktad, mondjuk egy ilyen 60-nal. 60-nal, igen. Igen. Ez... igen, nem kell rögtön a legnagyobba. Ne, olyat, amit nem tudom, igen, hányas karika van a műsoron. Igen, azért bemelegítés az fontos, látszik, hogy neked is azért még így remeg ilyenkora. Persze. Nyilván egy egészen más, hogyha már az embernek mondjuk vérrel telítettek be a kazizmai. Most egyébként a hangom is megremegett. Igen, tehát ilyenkor nem szoktuk beszéltetni az alanyt. Jó. A vállam viszont bemelegedett az is. Így van, legalább ez. Ne add vissza. Most én vagyok most kihúzva. Jó. Igen, hát akkor egy ilyen már haladó szinten egy ilyen konán. Akkor az jó. Na, hát az micsoda? Majd mindjárt meglátod. De most először egy klipet. Szerintem is igen, zenélünk egyet, és akkor utána jön a Zoli egy következő feladattal. Jó, ti meg nyugodtan szóljatok hozzá, még bőven van a műsorból, mindjárt megnézzük a Facebookot is, facebook.com/fixhd. Kávéra, mert a szándéka, hogy tőle távodtam.
mondtad, haver, a fogad belerohad. Ne ásd, ne ásd, ne ásd be magad. Ássák, mondtad, haver, a fogad belerohad. Ne ásd, ne ásd, ne ásd be magad. Ássák, mondtad, haver, a fogad belerohad. És a gumiszobát látjátok még mindig élőben innen a Pólus Fitnessből. Itt van velünk Ricsi, itt van Zoli, és természetesen a lányok a háttérben ott futnak a futógépen. Vagy sétálnak, így van. Facebook.com/fixhd, jöhetnek a kérdések, még mindig egy jó negyed órát még tart a műsor. Érkezett is egy kérdés méghozzá azzal a kapcsolatban, hogy meg is mondom egész pontosan, Imre küldte nekünk. Azt szeretném kérdezni az edző úrtól, nekem, mint korábban kiszakadt gerincsérvel műtött 140 kilós embernek lehet-e olyan gépen edzeni, mint amin én bemelegítettem, hogy mégis hogyan mozoghassak valamit. Amin bemelegített, ez elliptikus tréner volt, ugye? Igen, igen. Hát az azért nagyon jó, mert a súlyeloszlás az egyenlő, mert mindkét talpad végig a gépen volt. Tehát nincs elemelés egyik irányba se, amikor súlypont áthelyezés lenne. Tehát, hogyha sétálni szabad neki, akkor ezen a gépen is tud menni. Tehát ezen a gépen mindenképpen. Illetve, hogyha ha edzőtermi sportot választ, akkor mindenképpen olyan gépen végezze mozgást, ahol ülve tudja a feladatokat végrehajtani, vagy mindenképpen a háta stabil, fix pozícióba helyezkedik el. Szabad egyébként gerincsérvel műtött embernek edzeni? Mondjuk így, hogy edzeni. Mozogni mindenképp kéne, sőt szerencsés is gondolom én, mert hát valahogy kondícióban kell tartani magát ugyanígy. Abszolút. Meg a rehabilitáció is így van. De gondolom én azért teljesen másképp kell egy ilyen embernek edzeni, mint mondjuk nekem. Egy ilyen izület vagy gerinc sérült ember esetében mindenképpen ezt a sérülést körülvevő izomzatokat kezdjük el fejleszteni, hogy azok vegyék át annak a sérült résznek a szerepét. Tehát a tartásban tud segíteni. Tehát neki, hogyha a gerince sérült meg, akkor mindenképpen a hátizom erősítésre kell rámenni, hogy a hátnak a tartó izomzatát fejleszék. A legismertebb kardioedzés ugye a futógép, legalábbis a lányok is most ugye ezt csinálják. Ki az, akiknek egyáltalán nem ajánljuk a futógépet? Hát én nem ajánlanám a gerinc sérültnek, a tértfájósnak, a bokafájósnak. És én azt hallottam egyébként, hogy hogy a nagyon elhízott embereknek sem szabad, mert hogy ugye pont a térdet nagyon terheli, hogyha fut. Hát abszolút, nagyon egyszerű az elgondolása, hogy miért, mert a súlypontot egy lábra helyezzük. Most, te könnyen állsz egy lábon, de egy 150 kilós ember nem biztos, hogy annyira szeret gólyapózba lenni. Tehát pontosan ezért, és pláne még lohol is, azonban, hogy ne essen le a gépről, elkezd szabálytalanul esetleg lelépni. A tehát akkor nekik nem biztos, inkább az elliptikusat javasoljuk. Azért, ugye? Mert ott nem kell lépkednie, fixen van a talpa. Tehát gyakorlatilag nem tesszük ki az izületet egy szabálytalan terhelésnek. Egy ilyen futógépen, ha mondjuk szabálytalanul lépsz, a térdet megbicsaklik és leesik. Akár megbicsaklik, leesik, vagy a térdét nem egyenletes szögbe edzi meg, mert mondjuk a talpa nem, ugye ez nagyon fontos, amit nem mondtunk el, hogy a talp
az pontosan ugyanolyan irányba kéne, hogy nézzen mindig, amerre a térd ízületed néz. Uh-huh. Tehát és egy ilyen lábtartásnál az nagyon-nagyon fontos, hogy amikor már a teljesítőképességét határán vagy, akkor már hajlamos vagy mindenfelé, csak már igen. küzd le a gépet egy valahogy. Csampácsan. Igen, és hát egy 140-150 kilós súly esetén azért ez egy, a térdizület az ott kap egy terhelést. Igen. Igen. Jó, Zoli, mit szeretnéd? Egy bemutatót szeretnél tartani, én ha jól tudom, ugye? Megkérték rá, megkérték, igen. Én akarok bemutatót. Hogy hívják ezt a műveletet, amit fogsz csinálni? Ez a Conan kör, ez egy abszolút haladó program, és ezt kezdők abszolút ne is próbálják csinálni. Ez már egy nagyon-nagyon kombinációs feladat. Gyakorlatilag a válnak egy teljes edzéséről van szó, minden oldalról edzi a vállizületet. Uh-huh. És a, bocsánat, nem vállizületet nem edzhet, vállizmot. Vállizmot. 15 kilós súlya? 15 kilós súlya. Igen. Aha. És hát ezt miért nem próbálhatják egyébként a kezdők? Mert nagyon-nagyon... Kisebb súlya sem? Hát nem, abszolút nem ajánlom. Azért, mert az izmok nincsenek felkészítve az ilyenfajta, ilyen mértékű terhelésre, és ezek a rotálások, ahol látod, hogy tekergeti jobbra-balra a súlyt, a vállát, kombinálja egy... Például egy Wendell esetében, ahol ugye azt láttuk, hogy az egyik... váll ízületi mozgáspálya meg van rövidülve valami miatt, vagy egy kicsit másképp mozog. Egy ilyennél egy becsípődés nagyon könnyen összeszedhetsz, ami nem, hogy másnap nem kívánod az edzést, hanem még utána még lehet, hogy még masszőrhöz, meg mindenféle gyógykezelésekre járhatsz, és majd az edzést egy-két-három hónap múlva kezded újra. Tehát... Ez nagyon fárasztónak tűnik, ahogy látom, Zoli azért szenved rendesen. Ez... Tehát a váll egyébként is egy nagyon nehéz. Ezt ilyen gyorsan kell egyébként, ahogy most a Zoli csinálja? Hát nem kérhetjük. Forma 1-es style? Igen. Az mindenképpen kell, amikor ott egy ilyen, nem tudom, hogy a Forma 1-es pilotákra hány G jut egy ilyen kanyarba. De legalább látványos is egyébként. Nagyon látványos. Ez kicsit elmegy már a Arnoldék féle edzések irányába is, hogyha ha jól belegondolunk. Ugye az ő idejükben még nem voltak ilyen professzionális gépek, nem volt mindenre egy izolációs gyakorlat, tehát az ő idejükben valami súlyt, vagy valami bármit, aminek tömege volt, megfogtak és csinálták. Uh-huh. Izoláltam valamire. Aha, azt elhisszük. Köszönjük a bemutatót, Zoli! Igen, kicsit magadhoz térsz, és utána szeretnénk látni Zolitól szerintem egy szabályos oldalemelést. Azt majd meglátjuk, hogy szabályos lesz, de majd tényleg jó. Jó, rendben. Mi következik? Például hasra mit lehet csinálni? Tehát a hasizmunkat hogyan tudjuk a legegyszerűbben? Mondjuk akár, hogyha valaki nem megy konditerembe, otthon hogy tudja edzeni a hasát? Egyszerűen a felülés az tökéletesen elegendő egyébként? Igen, csak a felülésnek is nagyon fontos, hogy szabályosan hajtsák végre, tehát hogy a gerincet nagyon könnyen meg tudjuk Mi egy szabályos felülés? Próbáljuk meg rajtam bemutatni, mondjuk. Én azt gondolom, hogy a hasprés lenne a legjobb verzió, ahol nagyon kontrolláltan tudjuk a feladatot végrehajtani. Itt a földön nem jó? Mert hogy otthoni körülmények között, vagy... Hát jó, akkor csináljuk a római széke. Bár mondjuk az otthoni körülmények között nem mindenkinek van római széke. jó. Szerintem ott tud venni hasprés szerint. De akár lehet úgy is, hogy csak a lábfelhúzásos verziót nézzük. Uh-huh. Hát akkor Wendell egy ilyen játszótéribe menj át, Leci. Hanyat fekszel. Óvatosan, mert ugye a fejed a súlyhoz nagyon közel került. Közét vakarózok, már a szúnyogok szétcsíptek engem itt a környéken, annyi van, mint a... Aha, de nem most itt a teremben. Ja, nem, ki befele jövet. Jó. Itt nagyon kellemes a környezet. A térdedet húz föl teljesen. Így van, támaszd meg a másikat is. Jó. Szülni készülsz. Így van. A kezeidet tedd akár tarkófogásba. Így van. És a feladat végrehajtása a felső testnek a megemelése, de csak addig, hogy a hátadnak ez a középső szakasza már ne emelkedjen el. Ez már sok szerintem, tehát így körülbelül. Itt érzed, hogy ez egy kicsit rossz. De úgy látjuk is, hogy a fej és a váll az egy ilyen erős remegésbe megy át, hogyha ha így közelről figyeljük. Igen. Tehát ennek van nem valamilyen... Nem őszinte a mosőd, Wendell. Csináld. De csináld nyugodtan, tehát ebből kezdő szinten is lehet egy
20-25-30 ismétléssel indítani. Én 200-300-at akartam oda venni, hogy addig itt hagyjuk és visszatérünk hozzá. A hasizmot nagyon sokszor használjuk a mozgás során, még az ágyból való felkeléshez is hasonlóan dolgozunk. Ezt mindenki tudja, akinek volt bármilyen hasat érintő műtéte. Az rögtön rájön, hogy mennyiszer használ egy ember napközben a hasát. Igen, igen, az abszolút. Ez a hasizomnak az összes, tehát az összes hasizmot edzi. Gyakorlatilag cél az a felsőket edzi meg. Aha. Csak mindenképpen ezzel célszerű kezdeni, mert az alsó hasizmokat lábemelésekkel lehetne legjobban edzeni. De most itt, hogy ne kelljen sokat mozognunk. Aha. Jó. Hát akkor... Hogy érzed? Így. Ez őszinte volt. Csinálgasd. Körülbelül 5 percünk van még egyébként az adásban, és neked is mondom, Wendell, úgyhogy majd még egy Facebookot nézzünk, hasazgassunk is, meg akkor nézzük meg ezekkel a kisebb súlyokkal, hogy akkor tényleg biztosan szabályos legyen. Egy oldalemelés. Uh-huh. Wendell. Akkor... Igen. Befejezed. Ez igen, a házi feladat. Ez a házi feladat, abszolút. Tipikus hiba egyébként, hogy a hasizom gyakorlatot mindenki otthon szeretné megcsinálni, nem szokták az emberek otthon megcsinálni. Egyébként igen. Hát, igen. Hát ezt a strandon ellenőrizhetjük, hogy ki mennyire csinálta meg a házit. Ez így jó na. Teljesen. Látszik, igen. Ez kellemes a szemnek is. Jó. Igen, tehát a kiinduló helyzet jó. Én nem állnék ilyen széles terpe... Igen. Jó. A kiinduló helyzet abszolút egy nem teljesen nyújtott kar, hanem egy kicsit behajlított. Szépen lassan fölemeljük a súlyzókat oldalirányba. És igen, a klasszikusok azt szokták mondani, hogy a kancsót kiöntjük a végén. Igen, de nem úgy, hogy fölemeljük és megdöntjük, hanem már folyamatában egy kicsit döntöd. Tehát... Bocsánat, de nem tudom, hova teszem most a mikrofon, de engedd le, légy szíves. Engedd le, és amikor kezded, akkor már kicsit megcsavarod. Nagyon fontos, hogy a könyök a csukló fölött helyezkedjen a gyakorlat végén. Az egy nagyon tipikus hiba, hogy így emelnek oldalra, hogy nagy súlyt választ, furcsa a mozdulat, az izomzat nincs még kifejlődve rendesen, és ezzel próbálja a test ezt legyőzni. 18 kilós súlyokkal egy rángatják ezeket a dolgokat, hogy az csak majomkodás megint, ugye? Igen, akkor... hát a háttal besegítünk a lendítésbe, az izom nem fog jobban fejlődni, mivel nem tud dolgozni. Tehát 18 kilóval azt tud oldalemelni, próbáljuk meg nálad, hogy oldalemelsz, és ott megtartod. Ott. Tartsd. Na, aki ezt 18-an megcsinálja, az bátran alkalmazza a 18 kilós súlyt. Igen, azt majd megkérjük azokat, akik 18-at csinálják itt a teremben. Igen. Jó. Na, akkor már csak a levezetés van igazából hátra, ami egyenlő lesz majd a műsornak a műsornak a levezetésével is. Előtte még két hozzászólásunk van a Facebookon, az egyik egy kérdés, a másik egy hozzászólás. Dani kérdezi tőlünk, ha szeretném, hogy kisebb hasam legyen, illetve több hasizmom, ilyen haspréssel itthon egy nyár alatt el lehet-e érni látványos változást? Ezt kérdezi Dani. Alapvetően az étrendváltoztatás az első számú szempont, a zsírbevitelt kellene kicsit visszafogni, és fehérjedúsabb étrendet fogyasztani, ez mindenképpen segít. Ez... És azoknál az embereknél, akik egyébként ilyen vékonyak, de mondjuk van egy ilyen kis sörhasuk? Álljon a sörrel! Nem, annál ugyanez a verzió. Tehát ott igen. Is igazából az zsír. Az abszolút, igen. Uh-huh. Jó, na tehát akkor Dani, ez a teendő, és Miklós írja még nekünk, hogy nagyon érdekes lett a műsor, hát még a csajszik, akik gyúrnak a háttérben, úgyhogy igen. Nyújtsunk, így van. Lányok, segítetek nyújtásban, mert a fiúk már annyit nyújtottak itt, hogy a műsornak legalábbis. Na akkor pár gyakorlatot mondja nekünk, ami a nyújtó gyakorlat, és akkor... Igen. Hozzá. Jó, hát létezik a lábaknak a különböző szintű lenyújtása. Igen. Nagyon jó, hogy teljesen előre dőlünk. Na ez az, amit mi nem tudunk. Mi férfiak erre nem vagyunk képesek. Igen. Ezt halál komolyan meg tudom csinálni. Beszállhatsz, igen. Még a nagy hasammal is. Elvileg.
Jó? Tehát szép lassan előre dőlünk, nem rugózunk be a végén, hanem szépen lassan megpróbálunk minél előbbre. Nem rugózol, Vendel? Nem rugózol. Tehát, hogyha ha jobban szeretnéd gyújtani, akkor akkor a kezeddel egy kicsit próbálsz így előbbre menni, de ez a maximum kb. Klári egy kicsit így elsunyogta. Igen. Jó? Ugyanezt álló verzióban akkor, Klári? Igen. Itt jönnek ilyen. Azt nem is akarják szerintem a nézők a Vendelnél. Szerintem ne erőltest. Lehet, hogy a Moncának vagy a Klárinak kéne középre ülni. Igen. Szerintem. Jó, így van, egyik lábra rá lehet dőlni, másik lábra, mindenképpen statikus nyújtás, tehát nem rugózunk bele, nagyon kontrollált mozdulatokkal a végpontokat megtartjuk, ezekkel gyakorlatilag teljesen nyúlik az izomzat. Mindenhonnan jó látvány szerintem, tehát nincs... Jó, de a nézők nem maradjanak már ki belőle. Persze. Ha egy mód van rá. Na, a következőt mutass még. Jó, lábnyújtást csináltunk, akkor... Váll. Akkor a vállak nyújtása, lehet ugye a kéz magad előtt keresztbe elhúz, így van. Egyik kezeddel húzod a másikat, így van. Ezáltal... Nem, csak elhúzod teljesen. Hát igen, ott látunk teljesen... Megfojtja saját magát. Hát, ezt szerintem a Vendel nem tudja megcsinálni. Ez úgy, hogy közben fordítsd el a fel. Igen. Nagyon jó. Csináltak még mellett, úgyhogy szerintem nézzünk egy mellizomzat. Ezt nem biztos, hogy ezt ne erőltesd, Vendel. Az nagyon jó, azt azért nézzük meg. Zoli. Az egy látványos. A fiúk erőltessék szerintem a... Igen. Igen, ez... Klári, te sem maradj ki, gyerünk a Moncát szépen után. Monca, mutassak. Ez is egy ilyen férfi, összehasonlító. De hát ez a vidám nyújtás kategóriája. És ez teszi a műsort emlékezetessé mindenképpen. Lassan viszont búcsúzzunk akkor el, nyilván a lányokkal mi még majd a levezetést, a nyújtást megcsináljuk, mert azért az teljesen szabálytalan lenne, ha most így mennénk haza, Vendel, te nem azt hittem, hogy megúsztad a nyújtást, tehát nem úsztad meg a nyújtást. Még nyújtás folytat. Na gyere, de akkor aztán majd fogunk nyújtani, de búcsúzzunk el, mert szerintem itt a vége, fuss el véle. Köszönjük szépen, Ricsi, hogy itt lehettünk és elmondtad nekünk mindazt, amit elmondtál. Köszönjük szóval a lányoknak, hogy segítettek. Sok jó tanácsot, azt köszönjük. Gyertek ide, lányok. Lányoknak is nagyon szépen köszönjük. Hogyha ha egyéb kérdés van, akkor bocsánat, még esetleg a polusfitness@gmail.com-ra nyugodtan meg lehet írni, és én válaszolok mindegyikre. Illetve ha gumiszoba@fixhd.tv-re írtok, akkor mi továbbítjuk természetesen Ricsinek az e-mailt. Köszönjük szépen a figyelmet, eddig tartottát a Gumiszoba, jövő héten ugyanebben az időben találkozunk, hogy honnan azt még nem tudjuk. Zolival a Fix magazinokban és az Enigmában, velem pedig. Hát a Vendivel meg a Restartban 5-től 6-ig a hét minden napján, néha Marcival kiegészülve, most teljesen randomba. Így van, random Marci. Jaj, ez nem az a műsor. Jó éjszakát, sziasztok! Sziasztok!